A Pannon TV híradóját látják, köszöntöm Önöket. Ma augusztus 29-e Beatrix és Erna napja van. 76 éve meghalt Karinthy Frigyes író. 580 éve megszületett Janus Pannonius, a magyar világi líra első jelentős képviselője. 488 éve a Mohácsi csatában a török szultán legyőzte a II. Lajos király vezette magyar hadsereget, 473 éve pedig II. Szulajmán török szultán csellel elfoglalta Budát, amely 145 évig a török uralom központjává vált. Ma van keresztelő Szent János vértanúságának napja. Most következzenek a legfontosabb hírek röviden. Mariupol közelében vannak már az orosz katonák Kelet-Ukrajnában. Gyengül az ukrán valuta, drágult viszont az élelmiszer, a gáz és az üzemanyag. Egyre nehezebb a megélhetés Kárpátalján is. Példamutató nagy család és családbarát díjat és elismeréseket osztott ki a Magyar Nemzeti Tanács. Tűz ütött ki Szabadkán ma hajnalban, egy idős nő füstmérgezést szenvedett és meghalt. Mariupol felé indultak az orosz harckocsik, már nem kérdés, hogy behatoltak Ukrajna területére. Az ukrán katonákat aknavetőkkel lövik, akiknek viszont nincs megfelelő fegyverzetük, írja a helyi média. Ukrajna úgy döntött, felújítja NATO csatlakozásának folyamatát. Április közepe óta mintegy 2600 személy vesztette életét Kelet-Ukrajnában. További 6000-en megsebesültek, közöttük 38 gyerek is. Az Azovi tenger partján fekvő ukrajnai Mariupol közelében vannak már az orosz harckocsik, jelentette az ukrán média. Az orosz csapatok a csütörtökön elfoglalt Novoázovszk városából Mariupolba indultak, és már 60 orosz harckocsi érkezett a város közelébe, ahol újabb hídfőállást építenek ki. Az MTI Ungvári tudósítója szerint már kétségtelen, hogy az oroszok támogatják a szakadárokat. Ezeket az orosz járműveket, amik behatoltak Ukrajnába, átfestik az úgynevezett Donyecki Népi Köztársaság szimbólumaival, tehát ezeknek a zászlajait festik rá a modern harci felszerelésekre. Na most nyilvánvaló, hogy Oroszország támogatja a szakadárokat, illetve az is nyilvánvaló, hogy ők pénzelik őket, hiszen a sarki fűszeresnél nem lehet ilyen komoly felszereléseket vásárolni, tehát föld-levegő rakétákat, illetve tankokat és komoly harcjárműveket. A területet védő ukrán katonák állásait aknavetőkkel lövik. A katonák szerint nem szakadárok támadják őket, hanem hivatásos orosz katonák. Közben Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtök este felszólította a lázadókat, hogy nyissanak humanitárius folyosót és hagyják távozni a harctérről a bekerített ukrán katonákat Ilovajsknál, ahol már egy hete folynak a harcok. A szakadárok engedelmeskedtek Putyinnak. Az egyedüli feltételük az volt, hogy az ukrán katonáknak ott kell hagyniuk páncélozott katonai járműveiket és lőszereiket, hogy a jövőben ne használhassák azokat ellenük. Az ukrán kormány közben úgy döntött, törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé, amelyben megszünteti Ukrajna semleges státuszát és felújítja a NATO csatlakozási felkészülését, jelentette be Arseny Jacenyuk miniszterelnök. A kormányfő szavai szerint a törvényjavaslat egyben leszögezi, hogy Ukrajna külpolitikájának alapvető célja az Európai Uniós tagság megszerzése. A törvény elfogadása után ez azt jelenti, hogy Ukrajna nem csatlakozhat az Eurázsiai Vámunióhoz, és a jövőben semmilyen olyan szövetséghez, amely lényegében nem más, mint a Szovjetunió volt, csak most Oroszországi Föderációnak nevezik, jelentette ki Jacenyuk. A Fehérházban fogadja Petro Poroshenko ukrán elnököt Barack Obama amerikai államfő. A találkozóra szeptemberben kerülhet sor. A NATO szerint jelenleg több mint 1000 orosz katona van Ukrajna területén, akik a szeparatistákat segítik a harcokban. A kialakult helyzet miatt újabb szankciókat vezetne be az Egyesült Államok Oroszországgal szemben. A gazdasági büntető intézkedéseket tartják a leghatásosabbnak. A NATO műhold felvételeket tett közzé, amelyek bizonyítják, hogy nehéz fegyverzettel ellátott orosz erők mozogtak Ukrajna területén. Ezen a képen önjáró lövegekkel felszerelt orosz harci egységek konvojban haladnak Krasznodonban, bőven a szeparatisták által uralt területen belül. Itt orosz önjáró lövegek lőállást foglalnak el Krasznodon közelében. A NATO szerint a felállás arra utal, hogy a műveletet nem tapasztalatlan amatőr szeparatisták, hanem felkészült orosz katonák vezetik.
Barack Obama amerikai elnök és Angela Merkel német kancellár csütörtöki telefonbeszélgetésükben egyetértettek abban, hogy Oroszország felelős a kelet-ukrajnai erőszakért. Obama határozottan kijelentette, hogy a szeparatistákat Oroszországban képezték ki, Oroszországból fegyverzik és pénzelik őket. Az elnök arra figyelmeztette Moszkvát, hogy az orosz agresszió a mostaninál is súlyosabb következményeket fog maga után vonni. Elemzők szerint az Egyesült Államok várhatóan nyomást fog gyakorolni európai partnereire további szankciók bevezetéséért. A szakértők szerint Washington biztosan számíthat Nagy-Britanniára, Lengyelországra, Svédországra és a balti államokra. Moszkva pedig Ausztria, Olaszország, Spanyolország, Görögország, Ciprus, Magyarország, Bulgária és Szlovákia támogatására számíthat, vélik az elemzők. A semlegesnek számító két nagy ország, Németország és Franciaország álláspontja egyelőre kérdéses. Az Egyesült Államok tankokat és katonákat készül kelet-európai hadgyakorlatra vezényelni, hogy megnyugtassa az Ukrajna miatt aggódó szövetségeseit. A Románia kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett, és mindent megtesz Ukrajna támogatása érdekében, amit törvényesen megtehet, jelentette ki Traian Băsescu, román államfő. A magyar külügyminisztérium közleményt adott ki. Továbbra is a válság kizárólag politikai úton történő rendezését tartja elfogadhatónak, ezért maximálisan támogatnak minden erre irányuló diplomáciai erőfeszítést. A háborús helyzet egyelőre Kárpátalját és az ott élő magyarságot elkerüli. A civil lakosság behívása nem kezdődött el. A hangulat azonban megváltozott Ukrajna nyugati részében is. Több hónapja tart már a feszültség Ukrajna keleti részében. A háború szele azonban a hágón túl is érezteti hatását. A nemzeti ellentétek Beregszázban is megmutatkoznak. Tegnap kaptuk az első hírt, hogy a magyar zászlót, ami a Beregszáz város tetején, a domb tetőn állt az ukrán zászló mellett 10 éve legalább ott van, sosem volt vele konfliktus, fél árbócra húzták és megszangatták, kapott a magyar konzulátustól egy új zászlót, tegnap a polgármester úr fel is tettük, és ma kaptam az elébe a telefont, hogy újra megrongálták. Menekültek és turisták árasztják el az utóbbi időben Kárpátalját. Más kultúrából érkeznek, ez lehet a most kialakult konfliktus oka, magyarázta Birta Zoltán. Szerinte azonban ez nem tudja megzavarni a békés együttélést a térségben. Habár a harcok sok száz kilométerre zajlanak Kárpátaljától, a háborús események az ő életükön is nyomot hagynak. A térségben általános a reménytelenség és a kilátástalanság. Hiába 1500 kilométerről tekintünk Kelet-Ukrajnába, de a barátaink és a különböző rokonaink vannak ott, mint hivatásos katonák. A sorkötelesség visszaállításáról is felreppentek már hírek. Egyes média jelentések szerint a Védelmi Tanács úgy határozott, ősszel sorozást kell tartani. Ez újabb csapás lenne az ott élőkre. Jelenleg azonban még az élet a megszokott rendje szerint folyik. Az élet ugyanúgy zajlik, ugyanúgy elmegy mindenki dolgozni, és talán a csendes pillanatok, a beszélgetés témák azok, amelyek változtak az elmúlt időszakban. És persze az anyagi helyzet az, ami megváltozott. A helyi fizetőeszköz, a hrivnya 40-50%-kal gyengült a dollárhoz képest. Az áram, a gáz, az üzemanyag és a kenyér is megdrágult. A mi lesz holnap kérdése pedig állandóan ott motoszkál valamennyiük fejében. Pásztor István megvárja, hogy a tartományi parlament pártjai döntést hozzanak a vajdasági hatalommal kapcsolatban. A házelnök csak ezután hívja össze őket, hogy a komoly dolgokról tárgyaljanak. Pásztor szerint a fontos problémákról kell tárgyalni, nem arról, hogy ki kit szeret, vagy kit nem szeret. A magyar politikus hozzátette, a tárgyalások alapja kell, hogy legyen vajdaság pénzelése, a hatáskörei, a költségvetése és a megkezdett beruházások befejezése. A VMS az álláspontja változatlan. A párt egységkormány szorgalmaz a tartomány élére, amelyben minden párt részt venne, írja a Beta. Hosszú hétvége a szerbiai parlamentben. A képviselők ma kezdték meg a közjegyzőség hétfői bevezetéséhez szükséges törvények elfogadását. Általános vita, részletes vita, majd szavazás és szeptember 1-től már csak a közjegyzők hitelesíthetnek. Az ellenzék szerint be fog dőlni a rendszer.
Konstatujem da primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno je da je u sali prisutno 139 narodnih poslanika. A 250 köztársasági parlamenti képviselő közül ennyien jelentek meg időben. A napi rendek összevonásáról szóló szavazásra már 163-ra nőtt a számuk. Ingatlan forgalmazása, aláírás hitelesítése, bírósági illetékek. Az ezeket szabályozó törvények szükségesek ahhoz, hogy a közjegyzői hivatalt bevezessék Szerbiában. Zákon o javnom beležništvu donet je 2011. godine, a više puta je odlagan početak njegove primene iz razloga što nije bilo dovoljno kandidata koji su položili javnobeležnički ispit, pa samim tim nije ni bilo uslova da se ovaj zakon primeni. Poslednji put odlaganje primene zakona o javnom beležništvu bilo je u proleće 2013. godine, kada je predviđeno da primena ovog zakona otpočne 1. septembra 2014. godine i, kao što znate, i taj datum se približio. Időközben 94 közjegyző tette le augusztus elején hivatali esküjét Nikola Selaković igazságügyi miniszter előtt a szerbiai képviselőházban. Így ezzel és a törvénymódosítások elfogadásával szeptember 1-től a bíróságok helyett kizárólag közjegyzői okiratban köthető meg a házassági és élettársi vagyonjogi és vagyonmegosztási szerződés. Az eltartási, az ajándékozási és az örökösök közötti szerződés, a jelzálog szerződés. Közjegyző hitelesíthet aláírást, másolatot és a jogi személy igazgatási szervének határozatát, valamint a közjegyző hatáskörébe kerülnek egyes nem peres eljárások. Jeden od najvažnijih poslova javnih beležnika upravo overavanje potpisa, rukopisa ili prepisa. Na ovaj način će se doprineti rasterećenju sudova od poslova koji ne predstavljaju suđenje. Az ország területére 371 közjegyzői irodát irányoztak elő. Minden községben lesz egy, a nagyobbakban pedig minden 25 ezer lakosra egy iroda nyílik. Az ellenzék nem érti, miért kell 3 nap alatt végigtárgyalni és elfogadni a törvényeket, majd a 4. napon megkezdeni a rendszer működtetését. Szerintük ez teljességgel lehetetlen. Sudovi će prestati da rade, a javni beležnici su koji izabrani i dalje. Pitanje da li imaju kancelarije, da li imaju opremu. Pokušali smo juče, moja advokatska kancelarija, da imamo neke overe ugovora za ponedeljak. Da nađemo na sajtu bilo gde notara, koja je adresa, gde, kako da dođemo, da bi klijent koji dolazi overi ugovor. Ne postoji takav podatak niti na jednom sajtu do koga može dođete pretraživačima. Mi ako mi podržavamo mogućnost i činjenicu da uvodimo u naš pravni sistem ovaj institut koji će mnogo u jednoj značajnoj meri olakšati funkcionisanje prometa, pravnog prometa, dakle obligacionih odnosa u Srbiji, prodaje nekretnina i svega ostalog što se reguliše ovim izmenama. Međutim, ima tu nekoliko stvari na koje svakako želimo da ukažemo pažnju, pre svega vama, ministre. A Demokrata párt szerint már a közjegyző kiválasztása során is akadtak visszaélések. Azt állítják, pártvonalon kerültek pozícióba, és túl kevesen vannak. A szerb haladó párt viszont arra emlékeztetett, hogy a demokrata hatalom alatt bevezetett igazságügyi reform vezetett káoszhoz. A haladók szerint minden készen áll arra, hogy a közjegyzők hétfőn megkezdhessék munkájukat. A parlament előtt áll még az egészségügyi törvény módosítása is. Eszerint megszűnik az orvosok számára a szakvizsgát követő kötelező 2 év munkatapasztalat a szakosítás feltételeként. Emellett bevezetésre kerül a volontőr szakosítás, ami azt jelenti, hogy a munkanélküli egészségügyi dolgozók önkéntes munkával szakosodhatnak bizonyos területeken. Szerbia, Horvátország és Montenegró államfője, valamint Bosznia-Hercegovina elnöklője közös nyilatkozatot írt alá az eltűnt személyekről. A mostani találkozón született deklaráció célja, hogy elősegítse a csellengők vagy elrabolt emberek felkutatását. A nyilatkozat egyben meghatározza az államok felelősségét és szerepét az eljárásban. Tomislav Nikolić szerb elnök azt nyilatkozta, Szerbia sosem adja fel az eltűnt személyek felkutatását,
kutatását. Az ilyen ügyek nem évülnek el. 1991 és 1995 között a Horvátországban dúló háború ideje alatt eltűntek közül 1751 ember sorsát még mindig homály fedi, nyilatkozta a szerb államfő. Továbbá kiemelte azt is, hogy a régióban jelenleg 11 ezer személy kiléte ismeretlen. Nikolić az Orlovácnál csütörtök éjjel történt csendőrgyilkosságra is kitért. Szerbia először megkísérli maga felkutatni az elkövetőket, amennyiben nem sikerül, akkor a nemzetközi közösség, illetve az intézményeinek segítségét kérjük, mondta Nikolić. Példamutató nagy család díjat és családbarát önkormányzat díjat osztott ki a Magyar Nemzeti Tanács. Idén először ítélték oda az anyasság és gyermekvállalásra ösztönző plakettet az MNT népesedési akciótervének részeként. 6 család és egy község részesült elismerésben az ünnepi műsoron. Szabó Gyula és Gabriella 6 kiskorú gyermeket, egy fiút és 5 lányt nevelnek a vajdasági Horgoson. A gépészmérnök apa tanárként dolgozik, a restaurátor anya pedig főállásban is gyerekeket nevel. Az értelmiségi család lurkói kitűnő tanulók, sikeres gyerekek. Szabóik asztalát 8-an ülik körül. Elég mozgalmasak a napok, mindig zajlik valami. Most éppen pillanatnyilag 2 gyerkőcünk nincs itthon, és szinte olyan furcsa, hogy csend van, csak 4 gyerek. A 8. szülinapját nemrég ünneplő Ilona az ajándékba kapott kutyus szorongatva mondta el, mi is jó abban, ha az embernek sok testvére van. Megtanultam azt, hogy amikor valaki nincs testvére, hogy egyke, akkor csak úgy egyedül játszik. A Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács demográfiai akciótervet fogadott el. Azt a cél tűzte maga elé, hogy megállítja a magyarság fogyását. Ennek részeként példamutató nagycsaláddíjjal és plakettel tüntetett ki egy családot, 6-ot pedig elismerésben részesített. Az MNT elnöke szerint ezek a családok vállalják a család, mint érték újrahonosítását a társadalomban. A vajdasági családokban átlagosan kevesebb, mint 1 gyermek születik, a házasodás és a szülés időpontja is kitolódik. Az lenne az igazi célunk, hogy pontosan azok vállalják a nagycsaládos létet, akik ezt tudatosan teszik. Tehát nem szeretnénk azt, hogy a mély szegénység, a peremre szorultságnak legyen a jellemzője a nagycsalád. Az MNT önkormányzatokat is kitüntetett. Azok a községek kaptak elismerést, amelyek családbarát munkahelyeket teremtettek és ösztöndíjakat adtak, vagy segítették a kismamák ügyintézését. Díjat kapott Magyar Kanizsa, Zenta pedig elismerésben részesült. A díjazott család csomagot, oklevelet és érmet vihetett haza. A Híradó Pluszban interjút láthatnak Korhec Tamással, az MNT elnökével a díjak kapcsán. Indul a nemzeti tanácsi választásokon a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, döntött mai ülésén a párt elnöksége. A VMDK 4 éven nem vett részt a voksoláson, mert nem tartotta jónak az akkori törvényt. Csonka Áron a párt elnöke mai sajtótájékoztatóján üdvözölte azokat a módosításokat, amelyeket a nemzeti tanácsokról szóló törvényben eszközöltek, hiszen véleményük szerint pontosabbá vált a választási folyamat. Az október 26-án esedékes nemzeti tanácsi választásokon a Vajdasági Magyar Szövetség, a civilek és egyházak képviselői Magyar Összefogás név alatt indulnak. Ezt Pásztor István a Palicsi Szent István napi ünnepségen jelentette be. A VMDK elnöksége a választások kiírása után döntött úgy, hogy szintén harcba száll a voksokért. Meghoztuk azt az elvi döntést, hogy részt fogunk venni a választásokon. Bővebb indoklást ebben a pillanatban nem tudnék mondani. Minden esetre napokban külön sajtótájékoztatót fogunk tartani erre a témára, és akkor ottan pontosítani fogjuk az indokokat is, és az elképzeléseinket is a nemzeti tanácsi választásokkal kapcsolatosan. Műemlékvédelmi szempontból tartja jelentősnek a németcsernyei, a párdányi és a módosi katolikus templomok felújítását Németh László nagybecskereki megyés püspök. A településeken a magyarság olyan kis számban van jelen, hogy véleménye szerint nemzeti és egyházi szempontból már nincs jelentősége a romos állapotban levő épületeknek.
Németcsernyén például csak 3 látogatják az istentiszteleteket. Júliusban a magyar sajtó foglalkozott a bánsági templomok sorsával. Az esetleges templombontások hírére Magyarország kormányának küldöttsége augusztus elején felmérést végzett a falvakban, és az épületek megmentéséről egyeztetett az egyházmegye főpásztorával. Szeptember elején érkezik a Teleki László Alapítvány pár munkatársa, ők a németcsernyei vagy szerbcsernyei templomot fogják most akkor feltérképezni. A helyi közösség, a szerbcsernyei helyi közösség elnöke ajánlatot tett, hogy az itt tartózkodásuk alatt a szerbcsernyei volt kastélyban, ami most egy ilyen szálláshelyszerűség, hogy ott a helyi közösség vendégei lesznek ezek az emberek, úgyhogy tehát valami megindult, amit én azt mondom, hogyha jó gyümölcse lesz, akkor hála Istennek. De eddig megvallom őszintén, ilyen épületekre Magyarországról se kaptunk támogatást. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Baltával ölte meg feleségét egy újvidéki férfi. Újabb torlódás a határon, Magyarország felé 4 órát kell várakozni az autósoknak Horgosnál. Tűz ütött ki hajnali 17:30 körül egy szabadkai tömbházban a Kertvárosban. A 69 éves Szlobodánka Miscsevégy füstmérgezésben életét vesztette. További 4 személyt szintén füstmérgezéssel kórházba szállítottak. Ők várhatóan a nap folyamán hazamehetnek. A tüzet egyes információk szerint szándékos gyújtogatás okozta. A rendőrség nyomozást indított. Hajnali 17:30 tűz ütött ki a Csát Géza 11-es házszám alatt a lakók nagy riadalmára. Videli smo dim. Ništa, zgrabio sam dete, izleteo napolje, kroz dim sam izleteo napolje, na, ovamo na ulicu. Samo sam promašio ulaz jer nisam video od dima ništa i sišao sam dole u podrum. Ali onda se naišao na vatrogasce i vratili su me nazad. A tűz a pincében tört ki. Itt szinte minden megégett. A lépcsőházban nincs világítás és minden koromborít. A füst még most is orfacsaró. Megkérdeztük, hogy mi is történt hajnalban. Na, egy napot sem se probudio. Čuo sam da je oko zgrade moje skupilo se ljudi. A to su svi stanari odavde iz ovoga koji je uspio da pobegne dole napolje kroz hodnik ili je hodnik bio pun dima. A tűz esetben a 69 éves Szlobodánka Miscsevégy füstmérgezésben életét vesztette. A tüzet egyes információk szerint szándékos gyújtogatás okozta, ami nem az első eset volt a környéken. Tavaly 2 ház égett egy időben. Ami a rendőrséget illeti, úgy tudom, hogy nem lett semmi az egész ügyből, és eléggé furcsa, hogy 2 épület, ami nincs összekötve, ugyanabban az időben, ugyanazok a körülmények között kigyulladjon. Pénteken hajnalban az épülettől néhány méterre parkoló Zastava márkájú gépkocsit is felgyújtották, amely teljesen kiégett. A rendőrség nyomozást indított. Újabb gyilkosság történt ma Újvidéken. A 42 éves ST baltával ölte meg 1 évvel idősebb feleségét, majd jelentve a rendőrségnek, hogy mit tett, feladta magát. Nem hivatalos információk szerint ST egy újvidéki kibérelt lakásban élt feleségével és 5 éves kislányukkal. Miután ma délelőtt összetűzésbe keveredett Daniella házastársával, fejszét rántott és együttéssel végzett áldozatával. A mögöttem látható tömbház első emeleti lakásában történt a gyilkosság. A szomszédok elmondása szerint a gyilkosság idejében a házaspár gyermeke is a lakásban tartózkodott. A szomszédok nem voltak hajlandóak kamerák előtt nyilatkozni a gyilkosságról, de elmondásuk szerint a férjet, aki különben állatorvos, egy visszahúzódó, nem túl barátságos emberként ismerték meg. A házastárs Cservenkáról származik, már régen együtt éltek, és mindketten munkanélküliek voltak. Hogy mi kényszerítette ST gyilkosságra, a további rendőri kivizsgálás alapján deríthető ki. Újvidéken az elmúlt hónapban ez már 2. családon belüli erőszakos eset. 2 hete egy 42 éves asszony ugrott le a balkonról, azután, hogy férje huzamosabb ideje fizikailag bántalmazta.
két évet kapott Bilicki Ervin gyilkosa. A 14 éves fiút a büntetés azonnali letöltésére utalta a bíróság a Krusevácz Javítóintézetbe. A bíró szerint, ha idősebb lenne, szigorúbb büntetést kapott volna. Ezért a bűncselekményért legfeljebb 10 év börtön róható ki. A 14 éves fiú tavaly tavasszal ölte meg Óbecsén a 17 éves Bilicki Ervint. A rendőrségi nyomozás eredményei szerint halálát fulladás okozta, miközben eszméletlenül feküdt egy tócsában. A fiú tárgyaláson azt mondta, megverte ugyan Bilickit, de nem ölte meg. Több mint 60 magyarországi vállalat és számos gazdasági kamara vett részt a nagybecskereki Inokop nemzetközi vásár kísérő rendezvényeként megtartott magyar szakmai napon. A látogatók megismerkedhettek a helyi nevezetességekkel is. Hagyományos múzsai süteményeket kínál Révész Erzsébet. A nagybecskerekhez közeli falu egyesülete is kiállítanak az Inokkók nemzetközi vásáron. Erzsi néni hímzései messze földön híresek. A világ minden részén van. Van Németországban, Ausztráliában, Svájcban, Bécsben. Nem tudom, környes körül mindenfelé, a Skype-on köröztül mindenfelé, minden országban létezik kézimunkám. A 15. alkalommal megrendezett vásáron fontos szerepet szánnak a nemzetközi kapcsolatoknak. Többek között Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából és Magyarországról érkeztek ide kiállítók és gazdasági kamarák. Nasza kamara je jedna od prvih iz Srbije, koja je i kroz sporazum o saradnji sa komorom iz Bekešabe to uredila pre više i skoro 15 godina. A nagybecskereki Inokop nemzetközi vásáron számos ágazatban mutatkoztak be a régió gazdasági képviselői. Kísérő rendezvényként magyar szakmai napot tartottak. A magyar vállalatok közül a bankszektorban az OTP, az energetikai szektorban a MOL tölt be fontos szerepet a szerb piacon. További bővítés várható. Ezek a cégek ugye kellő tapasztalatot gyűjtöttek már az itteni működésről, és az a stratégiai szándék a magyar-szerb üzleti tanács tagjai részéről, akár a legnagyobbakról, akár a közepesekről, vagy a kisebbekről beszélünk, hogy tartósan, hosszú távon itt maradjanak, és bővítsék az üzleti tevékenységüket. A magyarországi kis- és középvállalatok szerbiai munkáját a Kárpát régió üzleti hálózat segíti. Munkájuk igen eredményes. Jó néhány cég alapított már a segítségünkkel itt leányvállalatot, jó néhány üzletkötés történt, és ezek a számok egyre nagyobbak, mivel azok a munkák, amik az elmúlt egy-másfél-két évben kezdtünk el, azok most kezdenek úgymond gyümölcsözni. A nagybecskereki magyar szakmai napon több szerbiai és magyarországi vállalat kötött együttműködési szerződést. Mintegy 2 milliárd dinárral rendelkezett Szabadka 2014 első felében, ami a tervezett évi összeg 35,5%-át teszi ki. Az elképzelt nagyberuházások megközelítőleg 20, a kiadások pedig 32,5%-a valósult meg az év első 6 hónapjában. A Városi Képviselőtestület 23. rendesülésén döntöttek még arról is, hogy pályázatot írnak ki a közvállalatok igazgatói posztjára. Minden kötelezettségét rendezte az önkormányzat a törvényes határidőn belül az év első felében, és nagy beruházások is megvalósultak, nyilatkozta Maglai Jenő. A befektetések a kiadási oldalon történt komoly megszorításoknak köszönhetőek, fogalmazott Szabadka polgármestere, majd bejelentette, a tavalyi költségvetésre vonatkozóan csökkenteni kívánja a polgárok adókötelezettségeit. A zsinagógának az építése, az utcáknak az építése, amely megtörtént, most újabb 5 utcára írtuk ki a pályázatot, igaz, hogy rövidebb utcák, de azok is ki lesznek aszfaltozva. A zenéskolának a beruházás az be lesz fejezve. Azt kell, hogy mondjam, hogy a hőtelep felújítás egy építési szezon alatt, igaz, hogy a város teljesen föl volt túlva, és sok esetben polgárink elégedhetnek, de ez van, ami van, ebből is tanulnunk kell a kivitelezőknek, hogy másképp megszervezni meg az enyhítő a munkákat, de több mint 2 millió eurós beruházás volt, amely meg lett valósítva. És olyan beruházásokat is megvalósítottunk, amelyek kis közösségnek fontosak, például a Ludasi helyi közösség épületének a felújítása, vagy akár a bajmoki sportcsarnoknak a felújítása, vagy akár a Tavankúti helyi közösség, vagy a kultúrotthonnak a munkálatoknak a felújítása, vagy akár a Kelebi óvodának a teljes felújítása.
Valótlanul tervezték meg a 2014-es évi városi költségvetést, ezért mindenképpen szükséges annak mi hamarabbi módosítása, véli a Demokrata párt. Ispada da praktično ni jedan projekat od strane ove nove vladajuće većine nije iniciran i nije realizovan i da nema ideja. To je veoma loše, to šteti razvoju grada i to je dosta veliki problem. Kada vidimo da se za dva mjeseca ne može rešiti jedan najobičniji dežurski policajac kod dežurskog pozorišta, onda nije ni čudo da nema ozbiljnih ideja za neke ozbiljnije kapitalne investicije. Köztársasági szinten olyan törvényeket hoztak, amellyel mintegy 200 millió dinár lett a szabadkai költségvetésből átirányítva az állami büdzsébe. Ennek ellenére is történtek beruházások a városban. Mi smo zatekli nula u budžetu sredstava, dobili smo prazan budžet, mi smo išli tu za taj put u Bajmoku od kapitalnih investicija, mi ne možemo od kapitalnih investicija, čuli ste koliko mreže se radi za gasifikaciju, imamo rade pripreme, projekti su gotovi, napravljeni su za vodu, što dugo u Subotici nije činjeno. Za pitka voda će proći kroz određene ulice, nekih 10 km je urađeno gasifikacije. Szeptemberben esedékes az önkormányzati költségvetés módosítása az illetékesek szerint. Az ülésen döntöttek még arról is, hogy pályázatot hirdetnek a közvállalatok igazgatóinak megválasztására. 4 órás várakozási idő alakult ki már a délelőtti órákban a Horgos-Röszke határátkelő helyen Magyarország irányába. A Királyhalom-Ásotthalom átkelőnél 1 órát kell várniuk azoknak, akik Magyarországra utaznak. A többi átkelőnél kisebb volt a forgalom. Egész hétvégén arra kell számítani, hogy több kilométeres sorok alakulnak ki, különösen a Horgos-Röszke határátkelő helyen. Az autósoknak azt ajánlják, hogy válasszák inkább a Kelebia-Tompa, illetve a Gyála-Tisza-sziget átkelőket, illetve indulás előtt tájékozódjanak a polisz.hu honlapon. Szeptember 1-től idén is lehet pályázni demonstrátori ösztöndíjakra, valamint a váradi kiválósági ösztöndíj hitelre a Magyar Nemzeti Tanácsnál. A demonstrátori ösztöndíj megpályázásának több feltétele van. Egyebek között a jelentkező hallgatónak legalább másodévesnek kell lennie, Szerbiában kell részt vennie akkreditált szakfőiskolai, akadémiai alap, illetve osztatlan képzésen, és az előző tanévben legalább 8-as, vagy annak megfelelő átlageredménnyel kell rendelkeznie. A váradi kiválósági ösztöndíj hitelre azt pályázhat, aki a többi között első ízben nyert felvételt akkreditált akadémiai mesterképzés első évfolyamára, vagy PhD képzés első, illetve második évfolyamára. Bővebb információ a www.mnt.org.rs és a www.mntösztöndi.org.rs honlapokon, vagy az MNT közigazgatási hivatalában. Hétfőn kezdődik az új iskolaév, Újvidéken ma fogadták az elsősöket. 12 diákkal az idén a Petőfi Sándor általános iskolában lesz a legnépesebb magyar osztály. Érkeznek az új elsősök az iskolába. Leendő osztálytársaikkal az iskolaudvarban gyülekeztek. A szégyenlősebbek a szüleik mellett húzódtak meg, míg a bátrabbak új barátokkal ismerkedtek. Az elsősöket az iskolaigazgató köszöntötte. A vendégváró műsor után a diákok bevonultak a tanterembe. Kaptam 2 radírgumit, és kaptam 2 hegyezőt, meg kaptam grafit ceruzákat. Az új elsősök tudják, mire számíthatnak majd az iskolában. Játszani fogunk, és tanulni, találni új barátokat. Az első találkozás az osztállyal nem csak a gyerekeknek volt megható esemény. Hát most nem fogok bőgni, vagy? Hát mindenféleképp nagyon megható. Jó érzés, ugyanakkor valahol szomorú is. Az első hetek az iskolában az ismerkedés játszás jegyében telnek majd el. Tóth Hajnalka tanító elmondta, kezdetben a gyerekek önállósítására kell fektetni a hangsúlyt. Azután, hogy a gyerekek biztonságban érezzék magukat, hogy tudják, hogy bármikor fordulhatnak a tanítókhoz, hozzám, a többi kollégához.
A magyar tagozatok elsős tanulói hétfőn kapják meg a Magyar Nemzeti Tanács beiskoláztatási csomagját. A csomag tartalmaz mindent, ami szükséges az iskola kezdéshez, kivéve az iskolatáskát és a tankönyveket. A gyerekeknek napközis ellátás is biztosítva van. Már harmadik éve létezik a napközi projekt a Magyar Nemzeti Tanács segítségével, jóvoltából, és a napközis program magába foglalja azt, hogy foglalkozunk a gyerekekkel az iskolai órákon túl, tehát elkészítjük a házi feladatokat, játszunk, beszélgetünk. Az új iskolaév hétfőn kezdődik. A Petőfi Sándor általános iskolában az idén 12-en iratkoztak a magyar tagozatra. Újvidéken még két iskolában folyik magyar nyelven az oktatás. A József Attila általános iskolában 10, míg a Szonya Marinkovics általános iskolában 5 kisdiák kezdi meg az iskolaéveit. A VMS Női Fórum szabadkai vasutas települési tagozata tegnap tanszercsomagosztást szervezett a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek körében. A tanszerek kiosztása előtt élménydús program várta a gyerekeket. Már ezen a napon játékosan ráhangolódhattak a gyerekek az iskola kezdésre, ugyanis egy interaktív foglalkozásban vettek részt, valamint a Ripcó színészházas pár előadásában megtekintették a Borsó Szemherceg kisasszony című bábjáték. Tanfelszerelést osztott ki 31 gyereknek a Vajdasági Magyar Szövetség Női Fóruma a szabadkai Újfaluhelyi közösségben. A csomagok nehéz sorsú családok lurkóihoz kerültek. Szeptember, iskola kezdés. A szülőknek minden dinár és segítség számít, amit a gyerekeik iskolai felkészítéséhez kapnak. Menyek Gabriel izgatottan várja, hogy megkezdődjön a tanítás, különösen, hogy sokat írjon. Ehhez viszont több mindenbe kell szerezni. Ceuzák, meg tartató, meg még kő, még agasztó. Ennek egy részét meg is kapták, füzetek, ceruzatartók és más. Két kisdiák iskolatáskát is kapott, Gábriel is új hátizsákkal indulhat a második osztályba. Nagyon sokat segít ez a csomag, amit kapunk, évente háromszor. Hát húsvétra, karácsonyra és a tanfelszerelés mostan nagyon sokat segít, mert hát a budzsetten, a családi budzsetten nagyon sok megmarad, ami más dologra kell. 31 gyerkőc jött el az Újfaluhelyi közösségből, hogy átvegye a tanfelszerelést. Heves Nikoletta a csomag tartalmát mutogatja. Tóltató, blokk, füzetek, versbanka. A csomagokat a Vajdasági Magyar Szövetség Női Fóruma osztotta. Havi szinten jótékonysági bacsopálokat szervezünk, és abból befolyt összegből támogassuk a nehéz sorsban élő családok gyermekeit. Ez évente három alkalommal szokott előfordulni, húsvétkor, karácsonykor és iskola előtti kezdéskor. A csomagátadás Citara zenével fejeződött. 235. születésnapjára készül Szabadka. A négy napos rendezvénysorozat a Színek Városa képkiállítással vette kezdetét. Péntek délután sok kíváncsiskodó gyűlt össze a városházán. A kiállított művek egytől egyik szabadkai festők kezemunkáját képezik. A megnyitón részt vett Dragán Rokvics könyvtárigazgató, valamint Maglai Jenő Szabadka polgármestere, aki azt szeretné, ha Szabadka olyan színes várossá nőné ki magát, mint a kiállított képek, hogy az itt lakó emberek egy boldog, színes városban élhessenek, nyilatkozta a politikus. A szabadkai Ajvár nevű csapat nyerte a csütörtökön Magyar Kanizsán megrendezett Ajvár főző versenyt. A belgrádi Bástamáste civil szervezet versenysorozatának első állomásán 12 csapat vetélkedett. Szabadkai lett a legjobb ajvár magyar kanizsán. Az Ajvár elnevezésű családi csapatnál négy generáció szorgoskodott a győztesnek járó serlegért és a belgrádi döntőbe jutásért. Ekipa Ajvár és Subotice! A nisi származású család versenyezni jött ugyan, a győzelemre azonban nem igazán számított, bár az ajvár készítés a családban generációról generációra száll. Bilo važno takmičiti i dobro se zabaviti i učestvovati, to je ono najbolje. I nama je bilo ovdje, atmosfera nam je bila super, lepo smo se proveli, ljudi su bili fini,
prijatni i to je najvažnije. A második helyet a Magyar Kanizsai Nyugdíjasok Polgári Egyesületének első csapata érdemelte ki. A szervező felajánlására ez a társaság is ott lehet a belgrádi záró rendezvényen. Kovács Ilonka csapatkapitánnyal madarat lehetett volna fogadni a váratlan hír hallatán, de az ajvár bolgár receptjét nem árulta el, csak azt, hogy náluk nincs tél ajvár nélkül. Összeül a család, megbeszéljük, és akkor mindig valakinek van valami új ötlete, emilyen ötlete, de még mindig ezt a régi bevált receptet, jó receptet használjuk. A harmadik helyre a Magyar Kanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskola Központ Paprika Királynők nevű csapata került. A dobogósok az érmek mellé a támogatók ajándéktárgyait is megkapták. A Magyar Kanizsai volt a belgrádi Básta Másta civil szervezet versenysorozatának első állomása, amelyen 12 csapat vetélkedett. A hétvégén az ajvárfőzés Adán, Török Kanizsán és Csókán folytatódik. A belgrádi országos döntő október 2. felében lesz. Könnyed győzelmet aratott Novák Djokovic a francia Paul-Henri Mathieu ellen csütörtökön este az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A világ legjobbja, amint egy másfél órás mérkőzésen három játszmában 6-1-6-3-6-0 arányban diadalmaskodott a francia teniszező felett. A szerb játékos így bekerült a legjobb 16 közé a New Yorkban rendezett tornán. Novák Djokovic következő ellenfele az amerikai Sam Querrey. Átadták a példamutató nagycsaládoknak és a családbarát önkormányzatoknak járó díjakat Szabadkán. Összesen 6 család részesült erkölcsi elismerésben, egy pedig díjat és érmet kapott. A díj jelentőségéről, a mögötte lévő szándékról, illetve a tervekről beszélgetünk a Magyar Nemzeti Tanács elnökével, Korhec Tamással. Köszöntöm! Jó napot kívánok! Mi a célja és a jelentősége a Magyar Nemzeti Tanács által odaítélt díjaknak? Olyan világban élünk, amelyben nagyon sokat beszélünk a gazdasági válságról, nagyon sokat beszélünk arról, hogy a gazdaság nem fejlődik, milyenek a jövedelmi viszonyok, hogyan alakul a gazdaság növekedés. Ugyanakkor nem beszélünk egy másik válságról, ez pedig az értékválság, a családválsága, a hagyományos értékeinknek a válsága. A Magyar Nemzeti Tanács az azzal a céllal hozta meg a népesedési akciótervét, hogy a saját szerény lehetőségeinek kereteiben olyan intézkedéseket foganatosítson, amelynek várható eredménye, hogy ezekre az értékekre, amelyek válságban vannak, ráirányítsuk a közvéleménynek a figyelmét, és olyan példákat helyezzünk a figyelem középpontjába, amelyek talán segítenek az átlagember számára is, hogy jó döntéseket hozzon, és bizonyos értékek mellett láncsát törjön, kiálljon mellettük. A díjazott családok esetében melyek voltak ezek az értékek, azaz melyik család, illetve önkormányzat kaphatja meg a díjakat? Ezek a nagy családok, akik díjazva lettek, akiket elismerésben részesítettünk, ezek más értékek mellett állnak ki életművükkel, életpályájukkal, és pontosan azt bizonyítják, hogy a mai világban, a mai fiatal emberek, a mai képzett fiatal emberek számára is örömet, beteljesülést jelenthetnek azok a hagyományos értékek, amelyet a házasság, a szeretet, a szerelem, az anyaság, a gyermekvállalás jelentenek. Én azt hiszem, hogy azért is jelentős ez a próbálkozás, ez az esemény, hiszen bebizonyosodott, hogy ezek az emberek, ezek a példamutató emberek itt élnek a környezetünkben. Sajnos nagyon gyakran árnyékban, nagyon gyakran a többség által egy kicsit sajnálva, talán egy kicsit csodálkoznak az emberek, az átlag emberek az ő életükön. Ugyanakkor én meg vagyok róla győződve, hogy nekünk nem csodálkozni kell az ő életükön, hanem csodálni azt, elismerni és tisztelni azt, hiszen az ő életük az örömről, a boldogságról szól, arról szól, amit egy ősi latin mondás már évezredekkel ezelőtt kimondott, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. A
mai ember számára az uralkodó nézet szerint csak a kapni, az én, az önzés jelent valamit, miközben megfeledkezünk arról, hogy életünk értelme, a szeretet, a másokért való cselekvés, és hogy ez okozhat örömöt. Milyenek a vajdasági magyarságra vonatkozó demográfiai mutatók és a korfa, és minek lehet ez a következménye? Hát valóban a helyzet ebből a szempontból több mint elszomorító. Átlagosan a vajdasági magyar családokban kevesebb, mint egy gyermek születik. A házasodás időpontja az kitolódik, és igen nagy százalékban, most már közel az esetek egyharmadában a párok nem kötnek formális házasságot, valódi értelemben nem alapítanak családot. Ez egy Nyugat-Európából, a nyugati civilizációból ránk tört új értékrendnek az eredménye. Tehát annak ellenére, hogy mi messze lemaradunk a nyugati társadalmak mögött gazdasági értelemben, ezek a szokások, ezek a főszabályok, ezek elértek hozzánk és begyűrűztek hozzánk. Ennek ellenére azért biztató az, hogy vannak ilyen példák, amelyeket fel tudunk mutatni, és az is biztató, hogy a nagycsaládosok között egyre több értelmiségi, középréteghez tartozó személy jelenik meg. Tehát az lenne az igazi célunk, hogy pontosan azok vállalják a nagycsaládos létet, akik ezt tudatosan teszik. Tehát nem szeretnénk azt, hogy a mély szegénység, a peremre szorultságnak legyen a jellemzője a nagycsalád. Azt hiszem, hogy ebben a küzdelemben, amit folytatunk itt a demográfiai valóságunkkal szemben, és ennek az is része, hogy oly mértékben elnéptelenednek a falvaink, oly mértékben előregedik a magyar társadalom, hogy összeomolhat a gazdaság és az a felépítmény, az az intézményrendszer, amely a magyarság megmaradása szempontjából döntő, hogy ez ellen valamit tenni kell. Nem hiszem azt, hogy mi önmagunkban a szerény lehetőségeinkkel ezt a folyamatot megfordíthatjuk. De abban hiszek, hogy egyre több ember fölismerheti, hogy nem minden az önzésben van. Egyre több ember fordulhat a szeretet, az adakozás felé, és mi a magunk eszközeivel, karöltve az önkormányzatokkal, akik meghallgatták a mi hívószavunkat, tehetünk azért, hogy ez kevésbé legyen így. És azt hiszem, hogy ha csak ezeknek az intézkedéseknek a következtében akár egy-két gyermeket vállalnak majd a családok, vagy egy-két pár most úgy dönt, hogy házasodik és családot alapít, akkor nem hiába vágtunk bele ezekbe a dolgokba, akkor volt értelme is. A legszebb és legjobb módja annak, hogy változásokat érjünk el, a példamutatás. Ugye a Bibliának is talán a legerősebb része a példabeszédek. Itt is nagyon fontos az, hogy az emberek élő példákon keresztül lássák azt, hogy van alternatívája az anyagi javak halmozásának, a fogyasztásnak, a kivándorlásnak. Hiszen az élő példák azok, a ma élő fiatalok élő példája az, amely igazán hathat rájuk. Hiszen, hogyha mi a dédanyáinkkal és dédapáinkkal példálózunk, akkor ennek nincs igazi üzenete a mai ember számára, mert könnyű erre azt mondani, hogy akkor az úgy volt, akkor az volt a divat, akkor az volt a hagyomány, ma más világot élünk. Ezek az emberek, ezek ma élő fiatalok. Itt élnek közöttünk, itt boldogulnak, és itt boldog emberek. Ők maguk. És azért fontos az, hogy ma erről beszélgetünk, azért fontos volt részt venni ezen a felemelő ünnepségen, mert aki csak ott volt, az átérezhet, hogy milyen felemelő volt ez az ünnepség. És milyen jó érzés 30-40 gyerek között megtartani egy ilyen ünnepséget. Példamutatás, illetve az elismerés és a díjak nem elegendő támogatás ahhoz, hogy egy nagy család boldoguljon. Milyen más intézkedéseket lát elő az MNT a népesedési akcióterben, és ki mindenkire vonatkozik a megvalósítása, ki mindenkit foglal magába? Az anyasság és a nagy család megbecsülése az egy szimbolikus dolog, fontos, de alapvetően szimbolikus dolog.
Ugyanakkor az akcióterben számos olyan intézkedés és program található, amely nagyon konkrét támogatást és segítséget jelent az anyáknak, a nagycsaládos édesanyáknak, illetve a nagycsaládosoknak. Pontosan ezek a családbarát önkormányzatok igazolták, hogy lehet olyan intézkedéseket foganatosítani, amelynek az lehet az eredménye, hogy a nagycsaládos édesanyák, a nagycsaládok könnyebben viseljék azt az anyagi terhet, amit a család jelent valójában. Ide tartoznak azok az intézkedések, amelyek a kommunális szolgáltatások esetében komoly kedvezményeket irányoznak elő azoknak, akik nagy családban élnek. Ide tartoznak a családbarát munkahelyek. Maga a Magyar Nemzeti Tanács és az intézményei is megnyitottak ilyen családbarát munkahelyeket, ahol rész munkaidőben foglalkoztatunk több gyermekes édesanyákat, olyan kedvezményekkel, hogy gyakorlatilag a kieső munkaidőre járó jövedelmet ne veszítsék el. Ugyancsak van egy kísérleti projektumunk, amely a Magyar Házban dolgozó édesanyáknak segítené meg a munkát összeegyeztetni a családdal, és egy gyermek megőrző napközit indítunk ezeknek a szülőknek, de nagyon sok kedvezményt nyújtanak a különböző önkormányzatok is, így például Magyar Kanizsa elsőként vezette be a nagycsaládos kártyát, amelyen keresztül nagyon különböző szolgáltatások kerülnek kevesebbe a nagycsaládosok számára. Tehát ez egy nagyon összetett program, rengeteg szállal, rengeteg intézkedéssel, de ezeknek egy jelentős részét a Magyar Nemzeti Tanács önmagában nem tudja foganatosítani, tehát a velünk együttműködő intézmények, iskolák és önkormányzatok segítségével tudjuk őket megvalósítani, és azt hiszem, hogy akár hogyha néhány tucat nagy család érzi meg közvetlenül azt a támogatást, ami az akciótervnek köszönhető, akkor azt gondolom, hogy megint csak nem hiába vágtunk be ebbe a dologba több mint egy évvel ezelőtt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek még egyszer röviden. Mariupol közelében vannak már az orosz katonák Kelet-Ukrajnában. Gyengül az ukrán valuta, drágult viszont az élelmiszer, a gáz és az üzemanyag. Egyre nehezebb a megélhetés Kárpátalján is. Példamutató nagy család és családbarát díjat és elismeréseket osztott ki a Magyar Nemzeti Tanács. Tűz ütött ki Szabadkán ma hajnalban, egy idős nő füstmérgezést szenvedett és meghalt. Nézzék továbbra is a Pannon TV-t, hallgassák a Pannon Rádiót a 91.5-ön. Szép estét!